Miért gondolta úgy, hogy megszervez ezt a különleges órát itt ma a Vasvári gimnáziumban? A mi gimnáziumunkban magas színvonalon zajlik a nyelvoktatás, mind angol, mind német nyelvből, és egy versenyen találkoztam Dr. Granville Pillerrel, és akkor ő adta az ötletet tulajdonképpen, hogy ellátogatna hozzánk, hiszen nem is hallotta, hogy nálunk ilyen heti 5, illetve heti 8 órában tanulják a gyerekek a nyelvet. Két tagozatos osztály volt az aktív résztvevője a bemutató órának, de ezen felül több olyan diák is bejött az órára, aki német tagozatos, illetve egy teljes osztálynyi gyerek, illetve 12-esek, akik az érettség, illetve továbbtanulás előtt állnak. Nem csak amiatt, hogy egy különlegességet, egy kuriózumot kaphattak itt az iskolában, hanem azért is, mert a nyelvtudásukat fejleszthették anyanyelvi tanárral. A tanár úr javasolta a soha ne add fel témát, ami minden életkorban aktuális mindenki számára, illetve egy másik téma lehetősége is fölmerült, Ausztráliáról, illetve Dél-Afrikáról, egy kulturális zenéről, a nyelvről, az emberek életéről, hagyományairól szóló úgymond civilizációs óra lehetősége. Úgy gondoltuk, hogy mivel olyan sok gyerek fog részt venni a mai órán, illetve sok kollega, hál' Istennek, ezért a soha ne add fel témát választottuk itt úgymond a vizsgai időszak elején. Szeretnénk, ha jövőre is ellátogatna hozzánk tanár úr, és ezt a úgymond hagyományt teremtenénk ebből az óralátogatásból, és akkor pedig a kulturális, civilizációs órával fogjuk folytatni. Mióta tanít Magyarországon? I have been teaching since, tavaly január óta tanítok itt, de jártam már itt korábban, 2002 és 2006 között. A főiskolán tanítok. Nehéz volt-e a középiskolásokkal dolgoznia, nem pedig főiskolai hallgatókkal? Nem, szeretek különböző korosztályokkal dolgozni, kisgyerekektől kezdve egészen tinédzserekig, általános iskolásokkal éppen úgy, mint középiskolásokkal, vagy éppen egyetemistákkal. Szeretek tanítani, könnyen kapcsolatot teremtek bármilyen korosztállyal. Hogyan választotta ki az óra témáját? I find that young people are struggling a lot with life. Úgy vélem, hogy a fiatalok általában nagyon sokat küzdenek az élettel. Olyan országban élünk, ahol sok a probléma, otthon is sok család él nehéz körülmények között. A főiskolán a hallgatóim körében tapasztalom, hogy ők is tele vannak gondokkal. Emlékszem, amikor megtanultam ezt a kifejezést magyarul, úgy gondoltam, hogy ez egy jó tanítási téma lenne, különösen a középiskolások számára. Így összeállítottam ezt az órát, már egy másik iskolában is megtartottam. Az egy kicsikét más volt, mint amit itt csinál. Mit gondol a diákokról? Élvezték az órát? Igen, tanárként nagy lelkesedést tapasztaltam. Jó magam is igen lelkes vagyok, és úgy vélem, ez a tanárok számára az egyik legfontosabb tulajdonság, amivel rendelkezniük kell. Ha a tanár nem lelkes, a diákok sem lesznek lelkesek. Úgy láttam, értékelték ezt. Ahogyan bekapcsolódtak az órába, ahogy beszéltek, énekeltek. Élvezem a tanítást, és nagyszerű, hogy itt lehetek és fiatalokkal dolgozhatok. Ön szerint a szülők és a tanárok hogyan tudják motiválni a fiatalokat, hogy tanulják az angolt, vagy hogy egyáltalán tanuljanak? A magyarok számára az angol nagyon nehéz nyelv. Tudom, hiszen nekem is nagyon nehéz a magyar, de az angol nem egyszerű, egy magyar anyanyelvű számára különösen. Sajnos nem minden diáknak van lehetősége anyanyelvi tanárral tanulni, vagy elutazni egy angol nyelvű országba. Tehát sokkal több gyakorlásra, tanulásra van szükség. Igen, meg kell tanulni a szabályokat, a nyelvtant, de a legfontosabb, hogy megtanuljanak beszélni, és lehetőségük legyen olyan sokat beszélni, amennyit csak lehet. Sokuknak nehéz az, hogy otthon beszéljenek, de van internet, vannak angol nyelvű filmek. Az a legnagyszerűbb dolog számomra, hogy nem csak a diákoknak, hanem a családoknak is tudok ilyen módon segíteni, hogy angol tanuljanak. Amikor az amerikai lektorral vagyunk órán, akkor általában nem ilyen dolgokról beszélgetünk, hogy
belső tulajdonságokról, hanem inkább ilyen általános dolgokról a világgal kapcsolatban. De a hangulat az ugyanaz volt. Mennyire fogott meg a téma, amit itt a tanár úr tartott nektek az órán, amiről beszélgettetek? Nagyon tetszett, ugyanis velem az apám is szokott erről sokszor beszélgetni, hogy a dolgaimért küzdeni kell ahhoz, hogy valamit elérjek, ahhoz igenis, hogy erőt kell befektetni, és nem szabad sohasem feladni ezeket az álmokat. Lehet, hogy egy picit meg is változtatott téged ez a mai óra? Valószínűleg. Most már próbálok inkább kitartóbb lenni, mert volt sokszor az, amit feladtam amiatt, mert egyszerűen nem volt hozzá akarat erőm, hogy befejezzem. Nagyon-nagyon jól éreztem magam, szerintem remek dolgokat mutatott nekünk. A zenék mind nagyon jók voltak, és a videók is, és szerintem nagyon tanulságos volt. Pont abban az életkorban vagyunk, amikor nagyon-nagyon sok mindent feladunk, és pont ez az, amit nem lenne szabad a tinédzsereknek csinálni, hanem küzdeni kell az álmainkért és menni utána. És milyen módszereket tanultál itt esetleg ahhoz, hogy ne add föl a dolgaidat? Azt tanultam, hogy bátor legyek, soha ne adjam fel, és hogy képes vagyok bármire, amit csak álmodok. Alleluia, 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 ma Jesus. Alleluia.